A rövid távú emlékezet még megtart egy darabig, egy éve, két éve, öt éve hunyt el, idézetek, képek, portréfilm talán, élsz addig. Tematikus blokk, igen, de konferencia már nem. Nem forgolódtál köztük, vagy nem eleget, az irodalmi élet közepében, azt se tudtad, hol van az, vagy hogy van neki közepe, nem voltál sikeres, és nem is fordítottad ezt gőgbe, haragba, sértettségbe, de még depresszióba sem, csak mondtad a magadét, horribile dictu éltél. Bertók László 2020-ban halt meg. A hagyatékát gondozó csapat és a Csorbagyőző könyvtár beszélgetés sorozata azért jött létre, hogy a Kossuth Díjas pécsi költő nevének védjegye alatt gazdagítsa Pécs kulturális életét, és emléket állítson a könyvtáros népművelő Bertók Lászlónak, aki maga is szervezett irodalmi eseményeket. A Bertók Pódium első beszélgetésének házigazdája Mohácsi Balázs költő kritikus volt. 2021-ben már igényt támadta az örökösökben, illetve a jelenkor folyamatban arra, hogy valamilyen módon ezt az örökséget ápoljuk. Azt gondolom, hogy pécsieknek talán nem kell bemutatni Bertók Lászlót. És ugye az örökös alapított, illetve a jelenkor alapított egy elég komoly költészeti díjat, amit minden évben a költő születésnapján, december 6-án adunk át. Én ennek a hagyománygondozó munkának vagyok egyébként így a szakmai felelőse, irodalomtörténészként, és most jutott el odáig ez a munka, hogy megfogalmazódott egy olyan igény, hogy a nyilvánosságba is kitelepüljünk, ne csak a költészeti díj eseményével legyünk jelen. Ebből az indítatásból úgy gondolták, ők is szerveznek egy irodalmi beszélgetés sorozatot. Könyvemutatók lesznek benne, illetve olyan pódiumbeszélgetések, amelyek a kortárs magyar irodalomnak az éppen aktuális témáit fogják érinteni. Bemutatkoznak különböző kiadói műhelyek, határon túli vendégeket szeretnénk hívni. Az éppen aktuális, izgalmas könyvekről szeretnénk beszélgetéseket szervezni. A Bertók Pódium első vendége Pál Sándor Attila költő, író, a Kecskeméti Forrás folyóirat szerkesztője volt. Négy verses kötet és egy novella füzér szerzője a fiatal irodalmár. Legutóbbi verses kötetével a 2023-ban megjelent Dalos könyvvel kiérdemelte a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjat. Ez a magyar irodalom 35 év alatti szerzőknek a díja, és az adott év megjelenései közül válogat. Ebből készül egy 10-es lista, ugye van egy zsűrije, Keresztúri Tibor, Parti Nagy Lajos és Szilasi László, és ők valamikor az ősz folyamán összeállítanak egy shortlistet, egy 10-es listát, ezt leszűkítik aztán három főre, akik a díjátadón olvasnak föl, és akkor aztán a decemberi díjátadón derül ki, hogy ki kapja. Ez szokott lenni a forgatókönyv. És hát egy jelentős pénzdíjjal jár ez az ösztöndíj, és kétszer egy hónap németországi alkotói ösztöndíj, egy hónap Stuttgart, egy hónap Berlin, szóval nagy dolog. Az első Bertók Pódiumon Pál Sándor Attila legújabb kötetéről zajlott a beszélgetés és a felolvasás. Aztán megpróbáltad leírni őket, ezzel telt az életed, bocs, ez volt. Ennyi volt az életed. Hát ez egy verses kötet igazság szerint, szóval versek vannak benne, hosszabb, rövidebb, egy ilyen elég szándékom szerint ilyen sokszínű, eklektikus könyv, tehát mindenféle hosszú verstől kezdve a négy sorosig és különböző irodalmi hagyományoknak a megidézéséig, szóval egy ilyen sokszínű kortárs verses kötet reményeim szerint. Ez az ötödik könyvem, ez egy új könyv, olyan értelemben válogatás, hogy ami a legutóbbi verses, az ehhez képest legutóbbi verses kötetem az 2019-ben jelent meg, tehát így mondjuk az azóta írott verseknek az összegyűjtése. Ilyen értelemben válogatás. Talán erősen benne van ez a kultúraváltás, tehát pont ez, amiről beszéltünk, hogy én egy falusi környezetből jövök, és akkor így bekerülni városba, bekerülni ebbe a nem tudom, ilyen értelmiségi, művészeti közegbe, szcénába, ezt tematizálják a versek. Akkor a kortárs popkultúrát is megidézik több ponton, szóval van benne egy ilyen rap szöveg is, nem tudom, Eminem meg van idézve, meg képregényhősök, meg ilyesmi.
Tehát ilyen mondjuk így a kortárs valóságunkra próbálnak reflektálni a szövegek. Írói vénával senki nem volt megáldva a családjában, ha csak az nem hatott rá, hogy édesanyja magyar tanár volt. Otthon azért elég sok könyv volt, szóval hogy volt így honnan magamba szívnom ezt a dolgot. A saját utamon, meg a saját fejem után mentem, így viszonylag ismeretlen terep volt ez az egész irodalommal való foglalatoskodás, úgyhogy nem nagyon voltak így kapaszkodóim ebben, de hát haladok valamerre előre. A Bertók Pódiumot havi rendszerességgel tervezik megszervezni.